Ez a történet a szerzés és birtoklás szenvedélyéről szól, egy válságban lévő rendszerről. Tönkretesszük a bolygót, egymást, és egyre boldogtalanabbak vagyunk. De ha megértjük ezt a rendszert, mind több beavatkozási pontot találunk, hogy a dolgokat jóra fordíthassuk. Örülök, hogy végre az egész világ összegyűlik, a vezetőink találkoznak, hogy együtt próbálják megállítani a klímaváltozást. Amikor megtudtam, megkönnyebbültem, te nem? De várjunk csak! Pontosan mit is akarnak kezdeni ezzel? Szóval utána jártam, és azt kell mondanom, hogy a javasolt megoldások közül én nem mindet nevezném megoldásnak. Jobban mondva, a legfőbb megoldás a cap and trade, azaz a kvóta kereskedelem valójában óriási baj. Tudom, ezt szeretnéd a legkevésbé hallani, de a bolygónk jövője forog kockán. Fontos, hogy megértsük, mi is folyik itt valójában. Lássuk hát, kik állnak a háttérben. Például ők itt az Enrontól, akik kitalálták az energiakereskedelmet, és a Wall Street pénzügyesei, mint a Goldman Sachs, akitől a jelzálog hitelválságot kaptuk. Az ő dolguk, hogy vadonatúj piacokat teremtsenek. Megjelölnek egy üzleti célterületet, és mikor már mindenkit belehajszoltak, meglépnek egy csomó pénzzel, a piac lufi pedig kipukkad. A legutóbbi nemrég pukkadt ki, de már is van egy új ötletük. Ez pedig nem más, mint a széndioxid szennyezés kereskedelme. Egy új 3 milliárd dolláros lufi. De ha ez is kipukkad, már nem csak az értékpapírpiacot fogja romba dönteni, hanem talán mindent. De hogy is működik a kvóta kereskedelem? A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a légköri széndioxid mennyiségét 350 ppm-re kell csökkentenünk, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát. Ehhez legalább 80%-kal kell csökkentenünk a kibocsátásunkat 2050-re. 80%-kal! Csak hogy globális gazdaságunkat többnyire foszilis üzemanyagok működtetik, amik széndioxidot bocsátanak ki, a gyárakat, a közlekedést, a szállítást, az épületeinket és a gépeinket, nagyjából tehát mindent. Hogyan csökkenthetünk 80%-kal anélkül, hogy visszatérnénk a középkorba? A kvóta kereskedelmi fickók szerint egy új széndioxid részvénypiac kialakításával. A kormányoknak meg kell egyezniük az éves széndioxid kibocsátás korlátozásában. Ez az összkvóta. Ez a rész szerintem remek. És hogyan akarják betartani az összkvótát? A kormányok majd engedélyeket osztogatnak meghatározott mennyiségű szennyezésre, évről évre kevesebbre, hogy a kitűzött határidőre teljesítsük a célt. Az újító cégek tiszta és hatékonyabb alternatívákat hoznak majd létre. Ahogy ritkulnak az engedélyek, úgy drágulnak, és a kvóta többlettel rendelkező cégek a felesleget el akarják majd adni a rászorulóknak. Itt lép be a kereskedés, abból a megfontolásból, hogy mindaddig, amíg nem haladjuk meg az összkvótát, addig nem számít, ki szennyez és ki újít. Tartjuk a határidőt, elkerüljük a klímakatasztrófát, ők pedig fölveszik zsíros díjukat a kvóta bugiból, azaz kereskedelemből. Megmentjük a bolygót, gazdagodunk, mi a gond? Néhány kedves barátom, aki őszintén törődik a jövőnkkel, támogatja a kvóta kereskedelmet. Rengeteg környezetvédő csoport is ezt teszi, bár nekik nincs ínyükre, hogy bolygónk jövőjét ezekre a fickókra bízzuk. De ez jelentős első lépés, mondják, jobb a semminél. Én kételkedem ebben. És nem én vagyok az egyetlen. Tudósok, diákok, gazdálkodók és haladó szellemű üzletemberek növekvő mozgalma van így ezzel. A közgazdászok, akik a műtrágyák okozta szennyezésre és a kén-dioxidra kitalálták a kvóta kereskedelem rendszerét, szintén azt mondják, hogy az éghajlatváltozás esetében nem fog működni. Hogy miért nem? Mert a pénzügyi átveréseknél, mint a nem túl prima jelzálog hitelek vagy Bernie Madoff piramis játéka, az ördög mindig a részletekben rejlik, és bizony rengeteg ördög lapul az asztalon lévő kvóta kereskedelmi javaslatok részleteiben. Az első ördög az ingyenes engedély, ami miatt egyesek ezt a rendszert kvóta ajándékozásnak nevezik. Eszerint az ipari környezetszennyezők ingyen kapják majd ezen értékes engedélyek legtöbbjét. Ingyen! Minél többet szennyeztek eddig, annál több engedélyt, mintha megköszönnénk nekik, hogy előzőleg létrehozták a bajt. Európában, ahol már kipróbáltak egy kvóta ajándékozási rendszert, az engedélyek értéke ész nélkül ugrált föl le. A fogyasztói energiaárak megugrottak, és mi történt? A széndioxid kibocsátás nőtt. Viszont a környezetszennyezők sok milliárdos többletnyereségre tettek szert. Az MIT közgazdászai szerint valószínűleg ez történne az USA-ban is. Azok a milliárdok a mi zsebünkből származnának, a pénzt az éghajlatváltozás megakadályozására is költhetnénk. Ajándékozás helyett eladhatnánk az engedélyeket, és a pénzből költhetnénk a megújulókra, segíthetnénk a lakosságot.
lakosságot a magasabb energiaárak kifizetésében, amíg áttérünk a tiszta energián alapuló gazdaságra, vagy segíthetnénk, akiket a legjobban sújt az éghajlatváltozás. Ezt egyesek az ökológiai adósságunknak nevezik. A gazdag országokban élők bocsátják ki a legtöbb széndioxidot századok óta, miközben igencsak kényelmesen élnek. Nem a mi felelősségünk segíteni azokon, akiknek a legtöbb ártalmat okozzuk? Ez olyan, mintha csaptunk volna egy bulit, nem hívtuk volna meg a szomszédainkat, de a takarítást velük fizettetnénk meg. Tudtad, hogy 100 éven belül a változó éghajlat miatt teljes szigetek tűnhetnek el a rajtuk élő nemzetekkel együtt, és hogy az ENSZ szerint 10-ből 9 afrikai gazda elveszítheti az élelemtermelés lehetőségét? Nem őket kellene inkább segíteni a kiemelt szennyezők helyett? A kettes számú ördög a kompenzálás. Kompenzációs engedély akkor keletkezik, ha egy cég állítólag megszünteti vagy csökkenti a kibocsátást. Kap egy engedélyt, ami eladható egy szennyezőnek, aki engedélyt szeretne több széndioxid kibocsátásához. Elméletben az egyik tevékenység kompenzálja a másikat. Habár igen nehéz garantálni, hogy az engedélyhez szükséges mennyiségű széndioxid tényleg eltűnjön, ezek az engedélyek mégis valóságos pénzt érnek. Ez nagyon veszélyes ösztönzés a hamis kompenzálás létrehozásához, a csaláshoz. Általában egy csalás még nem a világ vége, de ebben az esetben az. És már most rengeteg ilyen csalás van folyamatban. Indonéziában a Szinármász vállalat kivágta az őshonos erdőket, ökológiai és kulturális pusztítást okozva. Aztán az így letarolt területen olajpálmafákat ültettek, és mit kaptak érte? Kompenzációs engedélyeket. Kevesebb lett a széndioxid? Nem. Több lett. A vállalatok még tétlenségükkel is engedélyekhez juthatnak. Például egy környezetszennyező gyár működtetői azt állítják, 200%-kal tervezték a termelés bővítését, de beérik 100%-kal. Ezért a képtelen kijelentésért kompenzációs engedélyeket kapnak, amiket eladhatnak valaki másnak, hogy még több legyen a környezetszennyezés. A legsúlyosabb átverések az úgynevezett harmadik világban történnek, ahol a nagyvállalatok azzal és azt csinálnak, amit akarnak. A kompenzálás hanyag normáival és szabályozásával nagyjából akármiért kaphatnak engedélyeket. A kvóta ajándékozás és kompenzálás ördöge a rendszert igazságtalanná és hatástalanná teszi. De az utolsó ördög, amit én figyelemelterelésnek nevezek, egyenesen veszélyes. Akadnak valódi megoldások, de a kvóta kereskedelem a maga kibúvóival és a gazdagság ígéretével ezt sokakkal elfeledtette. A közelében sem járunk a globális megegyezésnek az összkvótáról, pedig ez volna az egész lényege. De ahelyett, hogy kigondolnánk egy méltányos, de kőkemény megállapodást, a szekeret fogjuk a ló elé, és rohanunk tervezeteket adni-venni. A csalárd kompenzáció, a szennyezőknek adott ajándékok és az éghajlatváltozás igazságtalanságai mellett hogyan érthet egyet a harmadik világ egy globális összkvótával? Ha egy kvótakereskedelmi javaslat tart vissza minket attól, hogy határt szabjunk a kibocsátásnak, az veszélyes figyelemelterelés. Nincs szükség rájuk a megoldáshoz, a kormányaink hozhatnak törvényeket, megtehetjük mi magunk. Az Egyesült Államokban a törvény a tiszta levegőről kimondja, hogy a széndioxid szennyező anyag, kibocsátását a hatóságok korlátozhatják. Mire várunk? Gyerünk, hatóság, korlátozzátok a kibocsátást! Ehelyett a 2009-ben beterjesztett kvótakereskedelmi törvényjavaslat a tiszta levegőről szóló törvény helyett a piacra bízza a megoldást. Ha egy ilyen javaslat tántorít el minket kemény törvények megalkotásától, akkor az figyelemelterelés. Világszerte követelnünk kell, hogy a fosszilis üzemanyagokat félretéve újra gondoljuk a gazdaságot. De a kvótakereskedelem elhiteti velünk, hogy minden rendben lesz, ha kevesebbet autózunk, lecseréljük a villanykörtéket, és a többit ezekre a pasasokra hagyjuk. Ha ez a haladás hamis érzetét kelti, akkor veszélyes figyelemelterelés. Ezek a kvótakereskedelmi javaslatok főleg a szokott üzletmenetet akarják konzerválni. Az USA kétszer annyival támogatja a foszilis üzemanyagokat, mint a megújuló energiát. Micsoda? Miért kell támogatnunk a foszilis üzemanyagokat? Ezek a pasasok nem ébredtek rá, hogy a legegyszerűbb volna az egészet a földben hagyni. Rick Boucher, amerikai képviselő, a szénipar közismert barátja, megszavazta a kvótakereskedelmet, mondván, az erősebb indokot szolgáltat arra, hogy a közművek ne hagyják abba a szén fölhasználását. Egy ilyen törvény nem fogja megállítani a klímaváltozást. Punktum. Rögzített kibocsátás, törvények, állampolgári cselekvés, széndioxidadók, tiszta energia, így menthetjük meg a jövőt. Legközelebb ne higgyetek annak, aki azt mondja, hogy a kvótakereskedelem a legjobb, amit elérhetünk. Inkább beszélgessetek velük. Bizonyára ők is el akarják kerülni a klímaváltozást. Csak egy bizonyos pontig köthetünk kompromisszumokat. Azon túl a megoldás már nem is megoldás.
Tudom, tetszene, ha nem kéne semmilyen áldozatot hoznunk, mégis megmenthetnénk a bolygót, miközben meg is gazdagodnánk. De ez most a legnagyobb válság, amivel valaha szembe kellett néznünk. Ezt nem tudjuk megoldani ugyanazzal a gondolkodásmóddal, mint ami ebbe a bajba juttatott minket. Valami újra van szükség. Nem lesz könnyű, de most olyan megoldást kell találnunk az éghajlatváltozásra, ami valóban működik.